Kisebb megszakításokkal 25 éve vagy már a színészi pályán. Hogyan indult ez a színészkedés a te életedben? 14 éves koromban drága keresztapám, Isten nyugosztalja, elcsábította a Bessenyei színkör egyik előadására, hogy nézzem már meg. És hát aztán kérdezte, hogy tetszett az előadás, mondtam, hogy nekem tetszett. És akkor mondta, hogy nem akarsz te ide járni, és akkor ilyen kisebb szerepeket elvállalni. És mondtam, hogy hát meg lehet próbálni. És akkor hát tulajdonképpen ott ragadtam ebben az amatőr csapatban. Utána meg a színkörvezetőnk a színházban dolgozott Szántó Sanyi, és ő egyszer csak az egyik próbán kijelentette, hogy bejelentette, hogy a Verebes István az első rendezése és az első bemutatója és az ő érájának tulajdonképpen az Otello, hogy abban keresnek statisztákat, és akkor mentünk, ott voltunk és ott ragadtunk páran. A statisztálás után melyik volt az első, hogy úgy mondjam, igazi szereped, ami már nem statisztaként szerepeltél? Szerintem körülbelül fél év telt el, mert ugye 93-ban kezdtem, és 94 tavasszán csináltuk a Vörös Postakocsit, ott kaptam kettő mondatot. Az egyik az volt, hogy ez a felejtés háza, a másik pedig, hogy a boldogság laka. Na most én ezt annyira izgultam az első mondattól, hogy teljesen összekevertem. Bolejtés, laka, feldogság háza, tehát mondtam én mindenfélét, úgyhogy emlékezetes volt. Tehát tulajdonképpen fél év telt el, hogy először megszólalhassak színpadon. Aztán úgy jöttek szépen sorba kisebb, nagyobbnál nagyobb feladatok, mikor mi. És melyek voltak a legemlékezetesebbek, a legkedvesebb szerepeid? Volt egy pár, de hát amit mindenképp ki szeretnék emelni, az első, mondjuk úgy, hogy az első főszerepem volt, többet magammal, ugye a Médin Hungáriában voltunk mi fiatalok a zenekar tagjai, és abban voltam én a szaxofonos, és az volt az első ilyen nagyobb lélegzetvételű történet. Azt is nagyon szerettem, utána nagy kedvencem volt a Őrült nő ketrece, amiben a szobalányt játszottam, abban nagyon hála jó Istennek és Lackónak, Horváth Lackó komámnak. Hála, hogy óriási közönség sikert arathattam. De ide sorolnám a Liliumot, a kicsi szerepem volt a Légy jó, mint halálékban. Én voltam a gonosz osztályfőnök, de nagyon szerettem. Tényleg Csárdás királynő, amiben szintén hál' Istennek közönség nagyon szeretett. Úgyhogy volt sok, most nem tudnám felsorolni. És melyik műfaj áll hozzád a legközelebb? Én nagyon szerettem a bohózatot, a vígjátékot, zenés vígjáték, operett, tehát ezek nagyon, nagyon közel állnak a szívemhez. De hát most ugye például a Macbeth kapcsán nem tudom ezt elmondani magamról, hogy nagyon vidám történetben játszom, de azt is nagyon szerettem, és nagyon, nagyon hála a rendezőnek, Horváth Illésnek, nagyon, nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon szeretem azt is. Miben próbálsz most, mire készülsz, illetve még az évadban mi van hátra? Jelen pillanatban az Oscarra készülünk, az péntekhez két hétre lesz a bemutatója. Ez egy francia bohózat, nem azonos a Stallone-féle filmmel, de a hasonlóság észrevehető. Aztán lesz a Kalucsni című kortárs dráma, ez Szikszai Rémusz rendezésében, és az utolsó bemutatón pedig a Bob Herceg lesz Göttinger Pál rendezésében.